Jó estét Jó estét kívánunk, kívánok! Hát nagyon sok dologról beszélgetünk majd a mai nap, többek között motoros véradásról, egy különleges futóversenyről és természetesen a Vidor Fesztiválról, de először jöjjön egy olyan emlékkoncert, ami hát azt gondolom, hogy az összefogás mintaképe lehet. Racskó Tibor a vendégünk, és hát nagyon sokan tudják, hogy a közelmúltban hunyt el, ugye Farkas Tibor Schulz, akit hát mi is nagyon jól ismertünk, mert a kollégánk volt, a zenész társadalom nagyon jól ismert, gyakorlatilag mindenki ismert ennyire Nyíregyházán. Ti pedig úgy döntöttetek, hogy szerveztek egy ilyen koncertet az emlékére, és ha jól tudom, akkor pillanatok alatt gyakorlatilag ez a csoport létrejött, és rengetegen jelentkeztek, hogy szeretnének fellépni? Hát igen, ez úgy történt, hogy amikor jött a hír, hogy Schulz elment, ez pont egy pénteki napon a Honeybee Zen, illetve egyik belvárosi kertben, és a koncert végén jöttek a barátok, akik megkapták az SMS-t, akkor az ember így meghallja, így megrendül, és akkor így hogyan tovább. Eltelt egy-két nap, és én éreztem, hogy, ez így, itt most nincs vége a történetnek. Ezért létrehoztam a legnagyobb közösségi portálon egy csoportot, In Memoriam Schulz címmel, ahol meghívtam a zenész barátokat, és kértem őket, hogy mindenkit hívjanak meg, akiket úgy éreznek, hogy fontos, hogy ebben a csoportban jelen lehessenek. Hiszen addigra már nem biztos, hogy kimondottan, megmondom őszintén, nem tudom a kronológiáját, de felmerült, hogy valamit tennünk kell. Tehát valahogy nekünk méltóképpen meg kell róla emlékeznünk. És amikor felmerült az emlékkoncert, illetve mi emlékestnek hívjuk igazán, Diborabe, bár a plakáton emlékkoncert szerepel, ennek az emlékestnek az ötlete, akkor pillanatok alatt álltak mellénk a zenekarok. Tehát valami hihetetlen, hogy egymást érték, egymást követték a beírások, hogy mi is akarunk, mi szeretnénk ott lenni, mi is szeretnénk méltóképpen megemlékezni, és csak egy dal erejéig, de hagy lépjünk fel. És ahogy a zenekarok pillanatok alatt kinyilvánították azt az igényüket, hogy részt szeretnének ezen menni, ugyanígy mindenki, aki részese lehet ennek a koncertnek. Gondolok itt a technikai személyzetre. Tehát mindazok, akik a színpadot, a hangtechnikát, a fénytechnikát biztosítják, a szervezést. Az nem egy egyszerű dolog. Amikor az ember belevág, akkor látja azt, hogy hát ez nem csak az, hogy én itt összetrombitálok 4-5 embert, aztán gyertek, zenéljünk. Nagyon komoly munka van mögötte. És hál' Istennek mindenki hihetetlen lelkesedéssel és odaadással szolgálja ezt az ügyet. Talán ebből is látszik, nem? Hogy mennyien szerették, mennyien kedvelték. Hát nehéz ezt elfogadni, amikor az ember tudja egyébként, hogy beteg és hogy el fog jönni az az idő, de mégis megrendül, ahogy említetted, amikor megérkezik ez az üzenet. Nagyon nehéz gyakorlatilag ezzel szembesülni? Az én esetem nagyon érdekes volt. Én Schulzzal nem voltam olyan mély barátságban. A mi kapcsolatunk felszínesnek is mondható, akár ismert, mint fotóst, ismert, mint zenészt. Találkoztunk, beszélgettünk, de úgy igazán mélyen nem. És amikor pénteken megkaptam ezt a hírt, tudomásul vettem, én ott voltam azon a búcsú fellépésen, amit a Simon Idol-lal közösen ugyanebben a kertben néhány héttel korábban ők megtartottak, és akkor mindenki tudta, hogy ez miről szól. És meghallottam a hírt pénteken, és mentem tovább. Pénteken dolgoztam a lapnál, ahol a munkám van, és vasárnapra viradóra kezdtem nyugtalan lenni, amikor az ember így fél álomban így forgulódik, és nem valami nincs rendben. És akkor jöttek gondolatok, és akkor éreztem meg, hogy mit jelentett nekem Schulz. Felkeltem, leültem a számítógéphez, és írtam egy nekrológot, ami aztán a napilapban meg is jelent. És nem tudom megmondani az okát, hogy miért történik ez így. Azt látom, hogy hihetetlen jó energiák mozognak ebben az egészben. És bár az apropó szomorú, de mégis azt kell mondanom, hogy ezt most a délelőtti sajtótájékoztatón is mondtam, hogy mit jelent egy embernek a valóságos ereje, a jelenléte. Hogy ő még akkor is szolgálja azt az ügyet, ami a könnyű zene, a zenei világ, a nyíregyházi zenei élet, amikor már fizikálisan nincsen jelen. Hiszen egy olyan összefogás született érte, miatta, amire korábban nem volt példa még a nyíregyházi zenei életben, soha. És ez nyilván előrevetíti annak a lehetőségét, hogy hát ha ez az összefogás a későbbiekben is kamatozni tud, nyilván bennünk van az a szándék, hogy esetleg ebből
ebből egy hosszú távúságot minden évben megemlékezni valamilyen módon, vagy legalábbis a nyíregyházi zenészeket összeverbúválva nagy koncerteket tartani, hogy a városlakók is tudják, hogy mennyiféle tehetséges zenész van ebben a városban, és ebben megint Schulznak hatalmas szerepe van. Pont ez jutott eszembe, hogy egyrészt ezek a jó energiák, amiről beszéltél, hát ő tele volt jó energiával. Igazából, ha feszült volt, akkor is mindig volt mindenki ez egy kedves szava. Valahogy olyan volt, mint aki így a föld felszíntől egy kicsit magasabban van, ott a zene hullámain eltöltött jó pár évtizedet. Ugye ebből meg is született ez a Korrock című könyve, és éppen az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ő nem csak a mai zenével, vagy akár nem tudom, a retro muzsikával volt tisztában, hanem például a nyíregyházi zenei életet szinte, nem tudom, a múlt század elejétől kezdve követte, és ismert minden figurát, aki fogott egy gitárt itt Nyíregyházán. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a csoport, amit létrehoztál, lehet, hogy olyan emberek is lennének benne, akik esetleg a közösségi oldal közelébe se jutnak, vagy mert mondjuk nem használják ezt a felületet, de valószínűleg azért ez a koncert, ez nagyon sok embert hív, azokat is, akik esetleg nem írnak egy hozzászólást, vagy nem lájkolnak egy fotót, viszont oda mennek, és akkor meghallgatva a zenéket, sok-sok emlék és sztori. Ez olyannyira igaz, hogy olyan emberek is megtalálnak most már minket, akik nincsenek a közösségi portálon, de eljutott hozzájuk a hír, hogy tegnap éjszaka, majdnem 10 óra után pár percet csörrent meg a telefonom, és egy régi ismerősöm jelentkezett, hogy Tibor, mi ezt még eddig nem tudtuk, tehát nem vagyunk benne a csoportban, de szeretnénk ott lenni. Este 10 órakor. Milyen lesz ez a koncert? Egy kicsit akkor csináljunk neki. Tulajdonképpen egy kis PR-t. Annyit tudok, hogy vasárnap. Igen. Lesz. Vasárnap lesz a Kossuth téren, tovább fűzve azt a gondolatot, a segítőkészséget és a jó energiákat, amikor elhangzott, hogy mi mire készülünk, akkor az a zenésztársunk, akinek módja van a várossal összekötni ezt a produkciót, ő Rendes Sanyi, mindannyian jól ismerjük, ő a város sajtófőnöke. Rögtön azt mondta, hogy mindenben, amiben tudok, segítek nektek, és ez odáig ment, hogy a polgármester úr is támogatásáról biztosított minket. Ennek a következménye az, hogy a Vidor Fesztiválnak a nagy színpadán azzal a technikával tudunk megszólalni majd vasárnap este, amin a világsztárok és a hazai sztárok az elkövetkezendő pár napban és a Vidor hete alatt. Ez egy hihetetlen nagy segítség. Ehhez hozzájárul Slanger András és a színház szintén 100%-os segítsége és támogatása, plusz annak a technikai személyzetnek, aki már vasárnap egyébként bontaná ezt a kinti színpadot és a fényeket és a hangokat. Mindannyian azt mondták, hogy srácok, itt a helyünk, mindenben segítünk nektek. És nyilván nagyon fontos kiemelni, hogy ez mind önkéntes. Tehát itt egy fillér nem forog. Olyannyira, hogy kellett találnunk egy olyan lebonyolító céget, amelynek az engedélyeztetési, tehát olyan dolgok vannak, amiket én nem is tudok felsorolni, mert nem látok bele, de hogy a lebonyolításban segít, és ők is azt mondták, hogy plakátnyomtatástól kezdve mindent a szórólapozáson keresztül megmozdulsítja a kollégákat is, és ott lesznek és segítenek. Nyilván a cégvezető is régi barátja volt, Schulznak munkatársa volt. Direkt nem mondok neveket, mert nem erről szól a történet. Sőt, volt az egyik barátunk, aki azt mondta, ha kimered mondani a nevemet, hogy köszönöm szépen neked, akkor én nem állok veled szóba. Akkor a te emlékkoncertedre gyűjünk össze majd egy hét. Nem kellene szerintem ezt elkapkodni. Vasárnap, tehát 17 óra 30. Kossuth tér. Hello, goodbye. Ugye ez a... Ez lett a címe, igen, mert aki ismerte és járt Schulznak a bulijaira, nagyon jól tudja, hogy a bulinak a legutolsó dala mindig a Beatlesnek a Hello Goodbye című dala volt. És amikor a Farkas Évával beszélgettünk, a családon nagyon sokat beszélgettünk, hogy a koncert lehetőleg teljesebb legyen, akkor az ő ötlete volt, kerestünk egy címet, és az ő ötlete volt ez, és ezt mi nagyon jó szívvel fogadtuk. Még egy nagyon érdekessége van ennek a vasárnapi napnak, hogy ezen a napon lenne Schulz 69 éves. És az, hogy ezt ilyen hirtelen összehoztuk ezt a történet, amit nagyon sokan féltettek minket, hogy nagyon kicsi az idő, és azért több mint 21-22 produkció lesz a színpadon, vetítésekkel és minden egyébbel. Nem fogunk tudni a végére érni az idő rövidsége miatt,
Hát úgy látszik, hogy mégis sikerül, reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. És vasárnap után jön a hétfő, és ha jól emlékszem, akkor hétfőn nagyon sokszor játszott a Schulz a Monday Monday című számba. Megkérjük akkor a rádiókat, hogy kezdjék ezzel a reggeli műsorban. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Mi pedig akkor most folytassuk egy különleges futóversennyel, mert hogy a megye különböző pontjairól érkeztek olyan gyerekek Nyíregyházára, akik egyébként szegregált környezetben élnek, nekik rendeztek egy egész napot, többek között egy futóversenyt is. Kézműves foglalkozások, koncertek, érdekes programok és nagy meleg fogadta a közös utakon gyalogló és futóünnep résztvevőit augusztus 30-án Nyíregyháza belvárosában. 11 megyei településről több mint 350 gyerek érkezett, akik úgy döntöttek, teljesítik a 2 kilométeres távot. Egy különleges és egy nagyon szép verseny, és ezért is nagyon örülünk annak, hogy a TKK-i vezetése ránk gondolt, a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívájára, hogy egy ilyen rendezvényt lebonyolítsunk, és hát a igazi pikantériája az, hogy Nyíregyházan azért mi otthon vagyunk, vagy éppen itt a szűkebb megyénkbe, de viszont ennek van egy olyan jellegű hozadéka is, hogy egy hét múlva Szolnokon ugyanezt a versenyt meg kell rendeznünk, és természetesen ott ne vagyunk otthon, de a sportban nagyon sok jó barát van, sok segítő van, és a szolnoki munkatársak is, barátok segítenek, vagy éppen az önkormányzat, vagy a debreceni TKK-i szervezői segítenek ebben, hogy itt is gördülékenyen rendezzük meg ezt a programot. Nagyon-nagyon meleg van, mégis rengeteg mosolygó arcot látok itt a gyerekek részéről. Ez gondolom egy szervezőnek öröm, amikor azt látja, hogy boldogan készülődnek a rajt előtt. Igen, nagy munka volt a szervezőbizottság részére, hiszen 11 településről kellett gyakorlatilag nekünk beszállítani a gyerekeket buszokkal, ezeknek a programjukat elkészíteni, és természetesen ez kapcsolódik a Színezdát programhoz, amiben a Nyíregyházi TKK-i munkatársai fantasztikus munkát végeztek az igazgatónővel, Takács Eszterrel és Kovács Dániellel együtt, hiszen minden kérésünket teljesítették, amit kértünk tőlük, és ezért is alakult ki ez ilyen szépen ez a program. Tényleg nagyon sok mosolygós gyerek van, mindenki pólót kapott, mindenki élelemmel van ellátva, vigyázunk rájuk, programokat szerveztek nekik a TKK-isok is, és természetesen mi is, komoly versenybírói stáb állt fel a Nyíregyházi Sportcentrum részéről. Mi egy igazi profi versenyen látjuk, hiszen van egy befutó óra is, hogy láthatják azt, hogy mennyi idő alatt teljesítik ezt a 2 kilométeres távot. Ez nem egy félmaratoni vagy egy maratoni táv, de gyerekeknek ez egy felejthetetlen élmény lesz, azt hiszem, az életükbe. Egy különleges futóverseny kezdődik itt Nyíregyházán rövidesen pillanatokon belül. Milyen szempontból különleges? Azért is különleges, mert ez a Színezdár programon belül van, ami ugye a roma nemzetiségnek a megismeréséről, megismertetéséről, integrációjáról szól. Azért is különleges, mert ez egy projekten belül valósul meg, amelynek az a neve, hogy közös utakon és ilyen. Ebben a pólóban is futnak a gyermekek. Ez egy támopos projekt volt, mégpedig 5.3.6 per B13-os, egy 2014-ben megnyert projekt. Ezek a projektek nagyon fontosak egyébként, mert játszva tanul az ember, és ez fiatal korban meg határozottan igaz. Ha a futás visz közelebb egymáshoz, akkor legyen futás, de itt, hogyha mögé nézek, akkor látom a különböző játékokat, amivel még játszanak a gyerekek, akik romák és nem romák is, ezt azért kihangsúlyozzuk. Ugye nagyon fontos az, hogy Nyíregyházán futnak majd a jövő héten is. Nyíregyház egy sportos város, mindenkit szeretettel várunk, hogyha futni akar nálunk, aztán futhat. Lehet a sport ezeknek a fiataloknak mondjuk a kitörési pont? Hogyne lehetne, hogyha az ember mondjuk a 70-es, 80-as évek Vasasára gondol, akkor egy Aranyos Imre nevezetű balszélső, aki válogatott is volt, például ő aki héten eszembe jutott roma származású, de természetesen. Hogyne a sport egy olyan mindenkit, minden nemzetiséget, bőrszint, stb. Felülmúló valami, ami egyéni teljesítményről szól, természetesen lehet. A szervezők a belvárosban jelölték ki az útvonalat, külön kategóriában értékelték a 14 év alattiakat és az idősebbeket.
valamint a lányokat és a fiúkat. Megpróbáltuk a körülményeket is úgy kialakítani itt a rajt, a cél környékén, illetve a város utcáin, mint a igazi profi versenyfutók lennének, hiszen soha nem lehet tudni, lehet, hogy ettől a futástól kap valaki kedvet arra, hogy később elkezdje az atlétikát, és elkezdje a futást, vagy éppen a saját egészsége megőrzés érdekében a kocogást. Lehet ez a fiataloknak egy hosszú távú szenvedély, vagy akár az életük, mondjuk az atlétika, a futás? Elképzelhető, hogy igen. Én bízom benne, hogy az lesz a vége, hogy rendszeresen sportolnak majd, hiszen mindenkinek az a célja, hogy egészségesen éljen, és ehhez hozzátartozik majd egy kis természetben történő kocogás is, és ez lehet az első lépés ahhoz, hogy elkezdje a rendszeres sportolást ez a fiatal társaság is. Pontban délután 13:30-kor aztán elrajtolt a mezőny. A legjobbak 9 percen belül teljesítették a távot, az indulók közül sokan egyébként is rendszeresen sportolnak. Gratulálok a győzelemre, szenzációsan futottál. Hogy élted meg ezt a versenyt? Milyen volt? Jó volt. Mennyire volt nehéz? Nagyon. Mi volt a legnehezebb, a meleg? Igen. Hát ha jól tudom, te sportolsz rendszeresen. Mit sportolsz? Focit. Gratulálok ahhoz, hogy a tanárnő is teljesítette a 2 kilométeres távot. Hát ez azt gondolom igazi példamutatás a diákoknak. Igen, igen, az volt. Elfáradtam nagyon, úgyhogy meg meleg is van. Ugye nehezítette, amúgy sportolok, úgyhogy ez az eredmény nekem nem a legjobb. De örülök, hogy részt vehettem a futóversenyen. És hogy tetszett a fiataloknak eddig? Milyen a visszajelzés? Nagyon jó, élvezték ők is. Nagyon jó ötlet volt, nagyon jó kezdeményezés volt ez a futóverseny, illetve az egész nap? Igen, nagyon jó volt, mi is jól éreztük magunkat, csak elfáradtunk. Rövid volt, de én is megizzadtam. Hát gondolom a meleg is azért nehezítette egy picit. Rendszeresen szoktál futni, hogy mondod, hogy neked a 2 kilométer rövid, de többet is bírtál volna? Hát nem nagyon, de én focizom, futballozom. Akkor viszont jó kondiban vagy ezek szerint. Igen, igen. Honnan jöttetek? Melyik településről? Ibrány. Ó, és Ibrányban mindenki ilyen sportos? Mindenki ilyen sokat fut? Nem. Akkor csak ti? Ha nem csak, még sokan. A legjobbak érmet és serleget vehettek át a díjátadáskor. A nevezők rajtszáma egyben tombola is volt, így sok gyerek értékes ajándékokkal térhetett haza. Ő egyébként az abszolút első helyezettük is lett. Gratulálok neki! A folytatásban pedig megint egy példás összefogás, mégpedig motoros féradás, hasonlóan az előző vendégünkhöz. Itt is mindenki gyakorlatilag önszántából dolgozik abban az egyesületben, amit Szász Károly képvisel, illetve hát aminek az elnöke, és második alkalommal rendeztek idén motoros féradást. Ez különlegesség ilyen szempontból, hiszen eddig mindig minden esztendőben egyszer volt, mégpedig áprilisban, most pedig ugye az a második alkalom. Miért döntöttetek úgy, hogy másodszor is megszervezitek? Azért döntöttünk úgy, hogy másodszor is megszervezzük ezt a rendkívüli véradást, mert az idén nagyon sok a baleset. Fantasztikus, tehát autós, motoros, kerékpáros, tehát nagyon-nagyon sok baleset van, és ilyenkor, pont ebben az időszakban nagyon kevés a véradó, mivel nyaralási szezonok voltak, a mezőgazdaság most van a betakarítás, mindenki ahova foglalkozik, és nagyon kevés a véradó. Viszont vére meg nagyon sokra van szükség, és ma éppen beszéltem a Vöröskereszt vezetésével, és nagyon örülnek neki, hogy sikerül összehozni, mert nagyon nagy szükség van vére, és reméljük, hogy nagyon sok emberen fogunk segíteni. És ezért kérném a motorosokat, hogy 13-án vasárnap reggel itt a Kossuth téren lesz egy gyülekező, nagyon jó lenne, ha mennél többen el tudnának jönni, és próbáljunk meg segíteni ebbe a helyzetbe. És nem csak motorosok, ugye? Ha jól tudom, ez az első alkalom, hát, amikor úgy vagytok vele, hogy
jöjjenek autósok is, bárki, aki segíteni igen. szeretne. Nagyon szeretnénk, örömmel vennék, tehát szeretettel várunk mindenkit, aki autós is nyugodtan eljöhet, és mindenkit meg fogunk vendégelni egy ebéddel, egész napos program lesz. Sőt, tehát, ha valaki kimegy a Kossuth térre, és van valami régi bukós is, aki amit fölrak, akkor valamelyik motoros talán ki is viszi, nem a helyszínre. Hát olyan jelentkező tutira lesz, tehát aki vállalja, hogy kiviszi. Biztos vannak üres helyek. Érdemes lesz kijönni, egész nap kulturális program mellett jönnek a vezetéstechnikai képzők a Safety Hungary-től, több motorral fognak jönni, és egész nap lehet gyakorolni, délután pedig csinálunk köztük egy versenyt, és a legügyesebbeket fogjuk díjazni. Reméljük, hogy fog tetszeni a motorosoknak, és azt szeretnénk, hogyha ezen a versenyen is benne többen részt vennének. A Vörös Keresztkin lesz egészségügyi sátorral, tehát az azt jelenti, hogy egy állapotfelmérést, aki úgy gondolja, ott el lehet végezni helyszínen, akkor nem kell szabadságot kivenni, hanem ott a helyszínen ezt is meg tudják nézni. Akkor lesz közös, bocsánat, kivonulás? Tehát a Kossuth térről együtt mennek majd ki a motorosok? Igen. Az mindig egy látványos dolog. Igen, hát azt szeretnénk, hogyha közösen ki tudnánk gurulni, reméljük jól fog sikerülni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon várunk mindenkit, aki tud vért adni, jöjjön ki, mert nagyon nagy szükség van rá. Hát ebben a helyzetben jó lenne, ha minél több motoros jönne el, reméljük sikerül. Az idén másodszor ezt a rendkívüli véradást megszerveztük, ha ez sikeres lesz, akkor jövőre megpróbáljuk tavasszal, szeretnénk csinálni. Tavasszal már 10. lesz a Múzeum faluba, április 2. felébe, és utána ősszel, hogyha ez most sikerül, akkor ősszel megismételnénk ugyanitt a esélycentrumban, Tiszavasvári úton. Oda várunk mindenkit. Kaptok visszajelzést, vagy tudjátok számszerűsíteni, hogy mennyi vért adtatok például tavasszal, vagy legutóbb? Hát most már egész sokan, tehát tavasszal most adtuk a legtöbbet, talán több mint 700 emberen segítettünk, akinek vére van szüksége egy alkalommal. Tehát az idén mostanival együtt remélem, hogy az 1000 főt el tudjuk érni. Tehát ez jutott eszembe, hogy ilyen Guinness rekord kísérletben nem gondolkodtok? Motoros véradásos Guinness rekord kísérlet Magyarországon? Hát figyelj, eddig ők tartják. Nem tudjuk, de az biztos, hogy az nagyon szép dolog, hogy a motorosok itt 80-100 méter, 150 méteres sorban állnak és várnak a véradásra. Én emlékszem az áprilisira, hogy konvojban érkeztek motorosok nem csak Debrecenből, Budapestről, hanem még a határon túlról is. Tehát voltak Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából. Most is várható, hogy nemzetközi lesz ez a véradás? Tehát ennek olyan hát gyorsan híre ez, megy, hogy igen, jönnek határon túlról is? Úgy lesz meghirdetve, tehát minden motorost várunk, sőt felkérni a motoros klubokat, aki teheti, próbálja meg összeszedni a csapatot, a klubját, és akkor jöjjenek el, szívesen látjuk őket vendégül, úgyhogy jöjjenek el, és akkor aki tud, az feltétlen adjon vért. Te ilyenkor szoktál vért adni, amikor oda mész? Nem, dolgozom. Tényleg? Segítek kocsinak. Én még életemben nem adtam úgy vért. Hát rendszeresen vesznek tőlem vért, ugye menni kell véradásra, különböző ellenőrzésekre. Hát ez jó kérdés. Na hát Karcsi, most legközelebb, ha ott lesz, akkor merájával, akkor légy szíves, kapjál. Áprilisban tettem egy ilyen könnyelmű kijelentést, hogy na majd a következő, csak arra nem gondoltam, hogy az már szeptemberben lesz. Gondoltam, jó, az a jövő év április, az még messze van, majd felkészülök rá. Nem fáj, én a múlt héten adtam vért, amikor idő engedi, bizonyos időszakonként. Igen. Ugye, sőt, azt mondják, hogy egészséges is, ugye? Tehát, hát elméletileg arra ösztönzi, igen, hogy újabb tehát, hogy új vér termeljen, bár erre vonatkozólag megoszlanak a vélemények, olvastam ezt is, azt is, én azt gondolom, hogy az a tudat, hogy valakinek, egy kisbabának, egy nagymamának, bárkinek éppen az erre a típusú vérre van szükség, és lehet, hogy egy életet mentesz meg egy 15 perces megmozdulással, hiszen ha nem ilyen szervezett véradásra mész, hanem bemész a nyíregyházi véradóközpontba, akkor nagyon szívesen, kedvesen, aranyosan látnak. És egyébként nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e, nyilván a rendszeres véradók tudják, tehát amellett, hogy valóban örülnek ennek a gesztusnak, az ember kap egy kis nápolyit, innivalót, és azt hiszem most egy étkezési utalványt is minden véradó. Na, tehát meg azt egy finom a kieső időt azt valahogy megpróbálják kompenzálni. Még azt azért kiemelném, hogy a hagyomány ez volt eddig is, és most sem marad el. A nyírtéti motorosok fognak főzni, ezt tudják a motorosok, hogy nagyon jól tudnak főzni, és nagyon finom ebéd lesz. Úgyhogy reméljük, hogy ízleni fog mindenki. Kacsi, még egy dolog, amit említettél, vezetés technikai képzés. Amikor itt voltál nálunk ugye áprilisban, akkor arról beszéltünk, hogy elindul egy folyamat, Nyíregyházán is lesz ez a képzés, lesz majd ez az oktatás. Igen. Milyenek a tapasztalatok? Nagyon jók a tapasztalatok. Itt még lesz egy kis technikai
megoldás, amit remélem sikerül megbeszélnünk. Nagyon fontos, hogy több mint 40-en már elvégezték a képzést, most is 12-13 fő jelentkezett már, tehát mikor 20 fő jön össze, akkor kezdjük a képzést, akkor van kiírva az időpont. Jövőre azt szeretnénk, tehát az év második felétől valószínűleg be fog indulni egy folyamatos képzés 6 motorra. Ami azt jelenti, hogy lesz hétvégén is képzés, ezt szeretnénk elérni, hogy ezt mennél többen tudják elvégezni. Hát most is ez a rengeteg baleset, ami van, hát ez szerintem ebben nagyon sokat tudnánk segíteni, hogyha kicsit jobban tudnának motorozni. És hát sajnos, ugye pont erről beszélgetünk Bordás Bélával, aki nagy szakértünk ilyen szempontból, hogy az esetek hát több mint 80%-ában nem a motoros a hibás, hanem az autó előfordul, nem veszi figyelembe, hogy ott van, ráhúzzák, stb. Valaki elvégzi mondjuk ezt a képzést, akkor tudja, hogy vészhelyzetben mit csináljon? Hát vészhelyzet az nagyon fontos, hogy tudja, hogy például egy hirtelen kikerülés, vagy egy kanyarodás. Most például mostanában nagyon sokat hallok olyan balesetről, elmennek 8-10 például Romániába, és ott azért fenn ott a hegyekben motorozni, most köztük biztos, hogy van 2-3 olyan ember, aki gyengébben tud, mint a többi. És nem a saját tempóját fogja motorozni, hanem nem akar lemaradni, és ebből jönnek a problémák. Uh-huh. Nagyon kevés az a csoport, ahol egy-két ember nem töri össze magát egy-egy hétvégén, sajnos kisodródnak a kanyarba, és éppen ezeknek a gyerekeknek nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen vezetéstechnikán részt vennének. Volt olyan, elmentünk egy csoport, ezt érdemes elmondanom, volt olyan, hogy elmentünk egy csoportra, észrevettük, hogy a srácnak nincs meg a megfelelő technikai tudása. Fél útról visszahoztam a srácot, nem engedtem tovább, mert láttam, hogy ebből baj lehet, főleg, hogyha hegyi úton megyünk. Tehát nagyon kell vigyázni, mert egy olyan tudatlan ember elkezd motorozni, és kisodródik, hát többet nem fog motorra ülni, vagy akár például egy szakadékba ott a Romániába, ott a hegyi oldalba. Igen. Nem jó dolog, hogy hát nem egy egyszerű dolog. Rengeteg program, tehát szeptember 13-án kint a Tiszavasvári várunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha mennél többen jönnének, és főleg a motoros klubok. Köszönjük szépen, Karcsi. Mi pedig akkor most folytassuk. Egy másik bulival. Így van. Abigail bulija, ez volt a címe az egyik előadásnak a Vidor Fesztiválon. Pillancsunk bele. Semmi formalitás. A férjen, Toni. Nagyon örülök. Én is. Nagyon készfogása van mi. Nem kifejezés. Bejött? Kösz. Ezt mondtam, ezt a garnitúrát. Jó, hogy néz ki mi? Szép. Mi is most vettünk, csak nem igazi bőrhatású. Bőrhatású, az szuper! Na, viszont? Én kérek. Abigail a kamaszlány bulit rendez az angol kertvárosi utca egyik családi házában, egy másikban pedig felnőttek gyűlnek össze, hogy megigyenek néhány pohárral. Egyrészt úgy is zavarná őket a szomszédból áthallatszó zaj, másrészt Abigail édesanyja otthon sem maradhat, hogy néz neki egy buli szülővel. Összejön hát két házas pár és egy gyermekeit egyedül nevelő anya, hogy együtt töltsék az estét. Mivel újdonsült szomszédok, szeretnék megismerni egymást egy kellemes estén. Jónak indul, de egyre rémisztőbb lesz tulajdonképpen. A vége már konkrétan egy tragédia. Szegények nagyon jól szeretnék magukat érezni, de lehetetlenség, hiszen a saját álomvilágukban próbálnak élni, és nem a valóságban, és azt szeretnék mutatni maguknak is, és egymásnak is, hogy a saját kapcsolatuk mennyire jó, és mennyire jól működik, de ez kiderül a darab során, hogy ez korán sincs így, és mindent megtesznek azért, hogy jól érezzék magukat, de hát az eszközeik is ahhoz eléggé sivárak, nem is ismerik egymást, mármint a házaspárok, és így igazán egy feszengős este lesz belőle. Köszönöm szépen! Hát akkor egészségére mindenkinek! Egészség, Noni, egészség! 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 A házaspárok és az egyedülálló anyuka beszélget, eszeget, iszogat, alkoholból a kelleténél többet is, és közben akarva, akaratlanul is átgondolják az életüket.
a ki nem mondott problémákkal szembesülünk, hogy mégis ez a házasság ez egyáltalán nem működik jól, és próbálják valahogy így fenntartani a látszatot, csak aztán az őszintesség az a ital hatására az kibukik. Igazából a néző csak kisejti, hogy mik lehetnek a problémák a kapcsolatokon belül. Hát tulajdonképpen ez egy idősebb házaspár, egy fiatalabb házaspár és egy elvált nőnek a története, és mindegyik arról árulkodik, hogy valamit rosszul csinál ők és akár az egész emberiség, tehát hogy ez a fajta látszat, kinek milyen kocsia van, milyen háza van, hova jár vásárolni, és a hétköznapjaik mennyire sivárak, ez rányomja a bélyegét erre a bulira is, tehát tulajdonképpen ez egy sivár, felszínes kis találkozás. Meglévő házasságok, amikben egyszer csak a férfi vagy a nő szörnyeteggé válik, valamiért szervezetként működik, de nem egységként, vagy nem házasságként, és igazából ebben lát bele a néző. Tehát egy feltörekvő szomszédházas pár átjön egy már jó módban élő házaspárhoz, és elindul a semmiről való beszélgetés. A tragédiája a szereplőknek, hogy végtelen banális mindenki. Nagyon jó, együtt, nem? A Jim meg a Tony. Igen. Úgy, tátrisítik. Amikor sörpiszom lányban, mondjuk este lemegyünk a sörözőbe a férjemmel, ezt jobban szeretem. Az Abigail Bulia című színműben felszínes csevelyek közhelyek mögött húzódik meg a házaspárok tragédiája. A kínos helyzeteket Rezes Judit, Kocsis Gergely, Jortán Adél, Ötvös András és Ónodi Eszter színpadi játéka élvezhetővé és szórakoztatóvá teszi. Bebikáztátok? Ja, lemerült az aks. Szuzi, köszönjük szégedek, és akkor most a kézmonság, és kösz. Na, szappan, törült.